Terézvárosban vagyunk, és Szilágyi Maja, a Benc Úrháznak az igazgatója a vendégem. Decemberi programokról fogunk beszélgetni, de mielőtt belefognánk az ünnepi programsorozatba, egy picit mesélj nekem az esküvőkről, hiszen ugye az Oktogonról a házasság kötőterem átment a Benc Úrházba. Mennyire találták meg ezt a helyszínt, hogyan lakták be az házasodni vágyók? Hát én bízom abban, hogy egyre többen jönnek majd, de nem panaszkodhatunk, mert az adott időpontokban azért általában 6-8 esküvő is van. Tehát azért ez egy nagyon szép szám, szerény véleményem szerint, és nagyon jók a visszajelzések. Szép a házasságkötőterem? Szép, nagyon szép, elegáns, igazi 19. századfordulói, neoreneszánsz terem, úgyhogy én szerintem méltó helye lett ez az oktogonbeli házasságkötőteremnek, az is egy neoreneszánsz épületben volt, és talán még szebb is. Én úgy emlékszem arra a házasságkötőteremre, hogy az nem volt ennyire szép, de hát bocsássanak meg ezért. Hazabeszél. Igen, hazabeszél. No, kérem szépen, kedves nézők, hogyha nem tudnák, ugye a Benc Úrház itt Terézvárosban található, és nagyon színes programokkal készülnek mindig Majáék. A december is ilyen lesz. Igen. Lesz benne zene, zenés beszélgetés, és mindenféle kuriózumok. Mivel kezdjünk? Igen, én talán a Szent Miklós napjával, hisz az közel van, és azt kell, hogy mondjam, hogy Szent Miklós napján nekünk egy nagyon szép előadásunk lesz, egy gospel kórus lép fel, ezzel is, hogy mondjam, az adventi várakozásnak is megadjuk a hangulatát, úgyhogy ez a Lumen Christi kórus lesz a vendégünk, hát természetesen mindenkit szeretettel várunk, és mindaz, amiről majd ezek után beszélek, ez megtekinthető a bencurház.hu honlapunkon, úgyhogy ott lehet részletesen érdeklődni és tájékoztatást kapni arról, hogy mi is a program, milyen programok. Egyébként ezek. Egyébként ez a gospel kórus, ez este hány órakor kezdi a koncertet? 7 órakor. Este 7 órakor. Hány főt tud befogadni a Benc Úrház, hát, egy ilyen nagyobb program kapcsán? Igen, ez azért nagyon jó kérdés, mert minél előbb jó a jegyhez hozzájutni, interneten keresztül árosítunk jegyet, mert kicsi a nézőszám, tehát 120-an tudnak beférni ebbe a csodálatos terembe, úgyhogy igazából nem egy nagy létszámú közönség az, akiket tudunk fogadni. És egy-két olyan programunk van most valóban decemberben, amire azt mondom, hogy minél előbb kellene jegyet vásárolni, vagy pedig előadás előtt lehet a helyszínen, de akkor ajánlatos egy órával előtte megérkezni, és úgy sorba állni, és úgy megvenni a jegyeket, mert vagy interneten, ahogy említettem. A másik, ami szerintem hát engem nagyon izgat, ez tény és való, hogy nagyon izgat, mert személyesen találkozhatunk Vásári Tamással. Ő az én számomra egy jelkép, egy szimbólum, egy csodálatos egyéniség, úgyhogy ő jövő hétfőn lesz a vendégünk. Ugyanakkor, ki lesz a beszélgető partner mellette? Igen, ő pedig egy különös egyéniség, aki ezeket az eseményeket ott általában szervezi és segít nekünk. Knap Tünde, ő egyébként a Zeneakadémiának a gazdasági igazgatója, és ezt azt hiszem, hogy az ilyen programokat ő hobbiból csinálja, és Váradi László is fellép, ezt szeretném megemlíteni, az a fiatal Váradi László, aki a Virtuózokban olyan elementáris sikerrel szerepelt. Aztán Lilla lesz Vince. Megállunk egy pillanatra, csak szolgálati közleményt hagyj mondjak én is a kedves nézőknek, hogy Vásári Tamás tényleg egy fantasztikus egyéniség. Remélem, hogy minél előbb a Lillás reggelibe is majd időpontot tudunk egyeztetni vele, de nálunk a december 23-án a Híreték című műsornak lesz a vendége, tehát nálunk is előfordul, de egészen biztos, hogy más típusú lesz az a beszélgetés, igen, és más az, ami a Hírértékben történik. És folytathatok Vince Lillával, akit szintén nagyon hát szeretünk. Én szerintem mind a kettő élvezhető, mert hát egyik a másikból következik, ezek a beszélgetések, ezek csodálatos dolgok, és hát tényleg Vásári Tamás fantasztikusan éli az életet, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, nem csak mint csodálatos zeneművésztől, hanem mint embertől. Ez így van. Vince Lilla lesz december 13-án, az új együttesével, azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, új együttessel fog bemutatkozni, ez most jött nem olyan régen létre ez az együttes, és jellemző rájuk, hogy jószerivel akusztikus zenét játszanak, úgyhogy Lilla megint egy új arcáról mutatkozik be, ugyanakkor pedig nagyon örülök neki, mert zsűri tagja a dal versenynek,
úgyhogy Lillácska lesz, aztán hétvégén. Megint megállunk egy pillanatra, szolgálati közlemény. Vincer Illa egy nagyon képzett, nagyon sokoldalú zenész, zenepedagógus, pedagógus és előadó művész. Úgyhogy azt gondolom, hogy a dalnak a zsűriében nagyon jó helye van, és hát egyébként egy remek ember, és a zenekarai mindig, meg a mostani zenéje is olyan különleges csemege, vagy csemegét tartogat, ami miatt érdemes lesz az új felállást is meghallgatni. És akkor hétvégén a Kolompos Együttes, vasárnap délelőtt, ők nagyon-nagyon népszerűek szintén. Hát most volt, akkor nem olyan rég nálatok, és ezek szerint vissza kellett hívni ők őket. Őket mindig. Szóval ők nekünk állandó programjainkban szerepelnek, úgyhogy a Kiskarácsony, Nagykarácsony. És ilyenkor mindig meglepetéssel készülnek, és én bevallom őszintén, hogy én minden előadásukon ott vagyok, és minden előadásukon torokszorító a szépsége annak a hallatlan örömnek, amit a gyerekeknek okoznak. Szóval én élvezem, és biztos, hogy a Kiskarácsony, Nagykarácsony, ott még fogunk egy kicsit pityeregni is. Az biztos, hogy ezek a kolompos koncertek, ezek ilyen családi koncertek, családi programok. Milyen időskortól érdemes elvinni gyerekeket ezekre a programokra? Ez egy olyan érdekes dolog, mert én egészen megdöbbenek, amikor 4-5 hónapos gyerekeket hoznak, és az apuka a vállára helyezi a kis babát, átöleli, és táncol a kisbabával. És azt látom csak, hogy annak a kisbabának ez olyan jól esik. Uh-huh. Úgyhogy igazából nagyon nehéz, és a papának meg milyen jól esik. Végre egy picit táncolhat, és végre úgy, hogy az ő kis babájával. Úgyhogy nagyon meghatóak ezek a pillanatok. Igazság szerint én azt mondom, hogy nekem is nagyon jól esett, úgyhogy én azt mondom, hogy szülőknek, gyerekeknek egyaránt nincs korosztály. Kétségtelen tény, hogy nem ajánlanám serdülőknek, mert azok egy más világ, azt tudjuk jól, hogy ők most ezt nem fogadnák el, de egészen 10-11-12 éves korig lehet hozni a gyerekeket. És magukba is a 10 fölüli gyerekek már el tudnak menni egy ilyen programra, és nyugodtan el is engedhetik a szülőket. Igen. Na most, mikor lesz a kolompos koncert? Kolompos az vasárnap, tehát most vasárnaphoz egy hétre. Igen, 14-én, muszáj puskáznom egy kicsit, mert kívülről én se tudom, és akkor 17-én lesz, december 17-én egy könyvbemutatónk, Doncsev Tosó, ő idősebb korában kezdett el írni, és bevallom őszintén, hogy én is meglepődtem, nekem személyes ismerősöm volt még régről, és meglepődtem azon, hogy egy bolgár, a magyar anyanyelvet kiválóan beszélő ember elkezd magyarul írni, és meg kell, hogy mondjam, hogy egészen kiváló novellás kötetei jelentek meg, úgyhogy ezzel zárjuk végül is ezt a szép évet, hogy Tosó bemutatja ezt a kötetét, ezt a most karácsonyra megjelenő kötetét. Azt, hogy azt mondtad, hogy ezzel zárjuk ezt az évet, az azt jelenti, hogy a Bencz úrház nem lesz nyitva az ünnepek alatt? Igen. Hanyadikától zártok? Ezzel a 17-ével zárunk. Hát igazság szerint még vannak egyéb rendezvények, de azok már olyan rendezvények, amik zárt körülök. Ezzel a rendezvényel zárjuk, és aztán utána majd jön az új esztendő. Valami titkot az új évről? Lesz-e valami változás benne a szokásosság? Igen, alapvetően talán annyi, hogy megpróbálunk beindítani egy irodalmi sorozatot, az kortárs magyar költő, határon innen és határon túlról, és ugyanakkor megtartjuk a zeneszalont, a Bencz úr zeneszalont olyannyira, hogy a szalonnak lefoglalt, fél évre lefoglalt időpontjai már mind tele vannak. Úgyhogy ennek én nagyon örülök, mert sikerült ezek szerint megalapozni a komoly zenének a szalon jellegű interpretálását, úgyhogy ez egy jó érzés. Hát reméljük, hogy nagyon sokaknak fog kellemes időtöltést helyszínt kínálni a Bencz úrház. Szilágyi Maja az igazgató volt a vendégem. Sok-sok sikert kívánunk nektek. Köszönöm szépen.